Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gergely, a KDNP kommunikációs igazgatója. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Mi történik, hogy tudja kommunikálni az elmúlt hetek eseményeit, vagy az elmúlt napok eseményeit? Azt tapasztaljuk az elmúlt napokban, hogy az ellenzék az erőtlenségét agresszióval próbálja pótolni, és mindent megtesz annak érdekében, hogy média figyelmet kapjon. És nem amikor kampányban nem minden párt ezt teszi? Szerintem ezt semmikor, sem kampányban, sem máskor nem kéne ilyen eszközökhöz folyamodni, amelyeket az elmúlt napokban tapasztaltunk ellenzéki politikusok részéről is, és úgy látjuk, hogy minden eszközt megragadnak ahhoz, hogy ha már érdemi témákkal nem is tudnak, de legalább a botrányos viselkedésükkel bekerüljenek a média figyelem középpontjába. Sokat emlegették önöket, mert annak idején ők a vasárnapi pihenőnapot akarták, azt akarták, hogy az emberek kevesebbet dolgozzanak. Most viszont lehetőség van arra, hogy évente még 400 túlórát dolgozzanak, ami tulajdonképpen, ha lefordítjuk, akkor nem 5, hanem 6 napos munkahelyét. Mi erről a véleményük? Hát így is lehet fordítani talán bizonyos értelemben, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy az embereknek a lehetőséget meg kell adni, hogy a piac igényeinek megfelelően, hogyha szeretnének a munkájukkal több pénzt keresni, akkor erre meglegyen a lehetőségük, és ehhez a törvényeket is biztosítani kell. De szerintem egyébként nem erről a törvényről szólnak ezek a tiltakozások, és nem is az emberek érdekeiről, és ezt jól mutatja az, amit az elmúlt napokban is tapasztaltunk, hogy például a botrányos viselkedésük ellenére, amit ugye a munkatörvénykönyv módosításával kapcsolatban fejtettek ki az ellenzéki képviselők, ennek ellenére például az ápolási díj emelését nem szavazták meg, egyetlen ellenzéki képviselő sem szavazta meg. Tehát azt, ami... Talán azért, mert akkor, amikor a parlamentben ennek a szavazása zajlott, akkor valami egészen mással voltak elfoglalva, nem is hallották, hogy miről van szó. Hát ez elég nagy baj egy parlamenti képviselő esetén, hogyha mással van elfoglalva a parlamentben, mint azzal, hogy az emberek számára fontos ügyben szavazzon és döntést hozzon. Nem lehet, ez azért történt, mert előtte obstrukció, ezt akkor mondjuk azt, hogy filibuster ugyanannyit jelent, csak ez így angol szászul mondva. Tehát tulajdonképpen úgy érezték, hogy az alelnök úr nem adta meg nekik a lehetőséget beszélni, hanem berekeztette az ülést, és ez okozta náluk ezt a másnap bekövetkezett nagy jelenetet? Azon az ülésen, amelyet én is figyelemmel kísértem, nem engedték az országgyűlés elnökét, illetve a levezető elnökét a pulpitusához. Botrányosan viselkedtek olyan módon, amire egyébként a rendszerváltás óta nem volt példa. Sőt, az elmúlt 100 évben sem volt példa a magyar országgyűlésben ilyen viselkedésre. Akadályozták az országgyűlés munkáját, és a legnagyobb baj, hogy ezzel olyan törvények elfogadásában sem vettek részt, mint amit az előbb említettem, például az ápolási díj emelésének elfogadása. Tehát itt szerintem az ő céljuk, ahogy így látszik egy kívülről, egyetlen egy dolog lehet, hogy... Természetesen úgy, mint az ellenzéki képviselőknél, most is elmondjuk, hogy Gál Gergely kommunikációs igazgató úr saját véleményét mondja, ami nem biztos, hogy szerkesztőségünk véleménye, hanem mindenki szűrje le, ami neki jó. Mi a folytatás? Tudnak-e ezek után, az események után a KDNP-s képviselők ugyanolyan, hát nem hiszem, hogy baráti kapcsolatok voltak az ellenzéki pártok képviselés közöttük, hogy lehetne tovább lépni, hogyan tovább hiszít, nem képviselőkről, hanem egy országról van szó. Nyilván egy országgyűlési munkában is fontosak az emberi kapcsolatok, országgyűlési képviselők, ellenzékiek és kormánypártiak között is vannak emberi kapcsolatok, és az ilyen megnyilvánulások befolyásolják ezt. Ráadásul ugye éppen kereszténydemokrata levezető elnök volt azon az ominózus napon, Latorcai János hihetetlen higgadsággal és professzionalizmussal az ülőhelyéről és nem a pulpitusról vezette le az ülést, úgyhogy 4 órán én keresztül állva, az egészségét állva vezette az ülést. Egyébként
eddig is nagy tiszteletnek örvendett a kereszténydemokrata néppártban, mint egy tapasztalt politikusunk, de ez jelentősen növelte az iránta, ahol még jobban erősítette. Tanúbizonyságot tett róla, hogy eleve 4 órát végig tud állni, ami nem egy kis teljesítmény. Igen, ez szerintem bármilyen életkorban bárkinek ez egy erőnléti teszt is. Ő állta a sarat, és rendkívüli higgadsággal levezette az ülést. És egyébként ezek után nyilván a folyosón az ellenzéki képviselők, akik ezt megpróbálták megakadályozni, bizonyára... Hát azt mondta, hogy keresztény demokrata néppárt. Kereszténységben, főleg így advent idején, ott van a bocsi, a megbocsájtás, az elmélyülés, a... Így van, pontosan erről van szó, amire egyébként szükség is van, hiszen ráadásul utána a Kossuth téren kifejezetten vallásgyalázó megnyilvánulások is történtek a tömeg részéről, ami szerintem egy rendkívül rossz dolog, hogyha Magyarországon olyan dolgok történnek, hogy bármilyen felekezetnek az általa szentnek tartott dolgait, vagy fontosnak tartott dolgait gyalázzák. Erre azt mondja az ellenzék, kérdésre válaszolva, hogy ezek nem ők voltak, hanem a hozzájuk a provokatőrök, a huligánok, mert eszükbe nem jutna karácsonyfát felgyújtani akarni és megrongálni bármiféle vallásnak a jelképeit. Természetesen elfogadjuk, hogyha ők ettől elhatárolódnak, bár egyébként konkrét elhatárolódást ezen az általános megnyilvánuláson kívül nem nagyon hallottunk. Ugyanakkor azért mégiscsak időben összekötődik, tehát a parlamentben volt egy példátlan balhé, utána a Kossuth téren egy másik példátlan balhé, ami ráadásul vallásgyalázásban és kifejezetten keresztény ellenes megnyilvánulásokban is testet öltött, ami azért nehéz nem feltételezni összefüggést a kettő között. Az biztos, hogy ha valaki provokál a parlamentben, akkor arra biztos lesznek az utcán is, akik reagálnak. Mit várhatunk 2019-ben a KDNP-től? Milyen terveik vannak az új esztendő alkalmával, a polgári új esztendő alkalmával? Ami a politikai területet érinti, mi továbbra is támogatjuk a kormánynak azt a politikáját, és ebben aktívan részt is vesznek politikusaink, amely az ország megvédését, Magyarország megvédését és a családok támogatását helyezi középpontba. Erre nagy szükség is lesz. A jövő év egyébként 2 választásnak az éve, az európai parlamenti választás és az önkormányzati választások. Tehát egy hogy kampány... készülnek erre, hisz már kampány van javából? Ahogy látjuk az elmúlt napok eseményeiből, föl kell készülnünk mindenféle provokatív ellenzéki megnyilvánulásokra is. Nyilván ezt a megfelelő higgadsággal, de ugyanakkor határozottsággal kell ezeket a megnyilvánulásokat kezelnünk, és ezekre, ha kell, reagálni. De úgy gondolom ettől függetlenül, hogy a Fidesznek is, és a KDNP-nek is, és ennek a pártszövetségnek, amely ma Magyarországot vezeti, megvannak a sajátos témáink, és a hangsúlyt arra kell helyeznünk, hogy mi alkalmasak, a mi pártszövetségünk megítélésünk szerint alkalmas arra, hogy Magyarországot a jövőben is megvédje, a magyar embereket megvédje, az itt élő embereket megvédje, és azt a kultúrát, ami itt Magyarországon van, az a egyébként sokszínű kultúra, az meg tudjon maradni olyannak, amilyen, és ne olvadjon be egy egységesített világkultúra. Jövőre nem csak ugye az Európai Uniós, hanem a helyhatósági választásokra is sor fog kerülni. Láthatták, hogy az ellenzékben azt érend még, hogy ki lesz a jelöltjük, mint főpolgármester, legalábbis a főváros főpolgármesternek még nincsen megállapodás. Mit tippel, hogy fognak megállapodni? Nem tisztem, hogy tippeljek, különösen nem az ellenzéki politika vonatkozásában. Szerintem tippelésekre nem nagyon érdemes bele ezekbe bocsátkozni, hiszen akár ebben az évben is az országgyűlési választásoknál is láttuk, hogy azért az ellenzéki pártok terén éppen ezekben a megállapodásokban meglehetősen nagy viták is akár megjelenhetnek. Nem szeretnénk tippelni. A mi részünkről szeretnénk egy világos és jól látható jövőképet bemutatni akár a fővárosnak, akár minden területen, ahol az önkormányzati választásokon jelöltjeink indulnak.
hamarosan ránk köszönt. 24-e karácsony este, amikor az események színhelyén Betlehemben egy zsidó gyermek megszületett, hol fog ön ünnepelni? Én a családom körében fogok ünnepelni. Együtt fogjuk várni a kis Jézus születését feleségemmel, 3 gyermekünkkel, és számunkra ez az évnek egy kiemelt eseménye a család szempontjából is, nem csak a vallási életünk számára, hanem ez egy családi esemény is számunkra. Akkor most legyünk 2 percig egy kicsit bulvárok. Ön is a kreditkártyáját pattogtatta és a plázákba bevásárolt sok-sok ajándékot, vagy valamit saját kezüleg készített a gyerekeknek és az édesanyjuknak? Én még idén a plázákban nem volt lehetőségem, nem vásároltam. Én úgy készülök, hogy szerintem a legfontosabb, és a gyermekeknek is, meg a családnak is a legfontosabb az, hogy érzékeljék azt, hogy ha lehet, akkor a karácsony környékén néhány napig tudjon együtt lenni a család. Úgyhogy háborítatlanul együtt tudjunk lenni, és egymásra tudjunk figyelni. Szerintem ez a legfontosabb. Az elkerülhetetlen, hogy tárgyi ajándékokat is kapjanak a gyerekeink, de mi törekszünk arra, hogy mondjuk a gyerekszoba az ne egy játékraktár legyen, hanem elsősorban a... Milyen korúak a gyerekek? A legkisebb 3 hónapos kislány, és 2 kisfiú, a 2 éves és a 3,5 éves várja még a... Hát akkor ő nekik a legfontosabb a... az apai és anyai ölelés és ámulás a karácsonyfára. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rált. Én is köszönöm, és áldott ünnepeket kívánok minden kedves nézőnek. Önnek is a legjobbakat, és visszavárjuk, vagy a 2 ünnep között, vagy utána. Kedves nézőim, Gál Gergely, a KDNP kommunikációs igazgatója volt műsorunk vendége, és ezzel a Pirkadat már a véget ért. Ma is lesz Pirkadat extra a híradó után, tartsanak velünk. Addig is a viszontlátásra. Köszönöm.